Üdvözöllek benneteket, ha minden igaz, 11 egyszerre Python programozása sorozatban, 12-én 13 óra 13 perckor. Na, hogy kihoztam? Aztán ez most jutott eszembe, úgyhogy megérdemlek szerintem egy kekszet ezért. A lényeg a lényeg. Megint egy ilyen közönséges érettségi feladat bemutatásos videó lesz. De megígérem, hogy legközelebb már szó esik az objektumokról, mármint most úgy objektumokról, hogy osztályokról, amiket mi definiálunk, és még lehet, hogy valami érdekességet is be tudok mellé csúsztatni. Az már, mondom, nem feltétlenül lesz érettségi szükséglet, de azért volt olyan feladat, aminél használtam, szóval nem feltétlenül rossz dolog azt tudni, meg úgy amúgy se, ha kitekintünk az érettségi hatóköréből. Persze ez így nem lesz teljesen sportszerű, ahogyan én megcsinálom ezt a feladatot most így élőben, mivel ezt a feladatot én már kétszer előzőleg megcsináltam. Nem most az előbb azért, de szóval nem lesz 100%-ig új, és így ha elakadok, akkor is elő tudok venni egy régebbi megoldást, és akkor legalább azt el tudom mondani, hogy akkor milyen okosság jutott eszembe, ami most nem. 2012 májusi, igen. Tehát nagyvárosokon belül, hogy csomagot gyorsan kell eljuttatni egyik helyről másikra, akkor sokszor a legjobb választás kerékpáros futárszolgálat, és megtett utak alapján kapják a fizetést, és jó, feljegyezte fuvarjai legfontosabb adatait, és eltárolt egy állományban, valószínűleg TXT-ben. És nem mindig időrendi sorrendben írta fel. Ezzel már kicsit bosszantani akarnak minket, na de majd mi szórta a sorrendbe rakjuk, úgyhogy no para. És azokra a napokra, amikor nem dolgozott, nincsenek adatok beegyezve. Van legalább 10 sor, nem érdekes. Mindegyik sor egy-egy út adatait tartalmaz, egymástól szó közel elválasztva, ez fontos. Első adat az a nap sorszáma, 1-től 7-ig nyilván, utána napon belül hanyadik fuvar, és 1-től kezdődik, és mindegyik benne van, nincsenek lyukak végéig, és jó, azt is mondja, hogy 40-ig mehet, de hát ez nekünk megint nagyjából mindegy. És a harmadik szám az, hogy mennyit ment, ez legfeljebb 30. Tehát itt mutatja a példát, hogy a harmadik napján, tehát szerdán, a második fuva 12 km volt. És a távok.txt-vel kell dolgozni, futár néven kell menteni, hát most ez nem fog megtörténni, mert már van futár, sőt futár 2 is. És jó, az adatok érvényességét nem kell ellenőrizni. Ahol képernyőre kell írni, ott írjuk ki a feladat nevét, és ha felhasználótól kérünk be adatot, akkor kell ráutalni, hogy mit kérünk. Ékezeteket azért fogom használni, és először távok.txt-ből kell beolvasni, szokásos módszer, vidopen, távok.txt, sf, oppa, előtte még egy datát csinálok, mert ez is hozzá tartozik. És akkor azt mondom, hogy adata az nyugodtan lehet most egy tömb, tehát már ezt lehetne akár objektummal is, de itt annyira nem fontos, amikor az adatok úgyis mindegyik szám, olyankor, meg hát nem is olyan sok az adat, hogy ne lehessen észben tartani, hogy hanyadik kell, de ezt például már lehetne akár egy egyszerűbb objektummal is csinálni. Tehát ugyanakkor a szám a szám legyen, úgyhogy tudja, hogy list comprehension lesz benne. Int, mondjuk rész. For rész in. Miből választunk ki. Előtte még basszus be kéne írni, hogy for line in f, hogy menjünk a sorokban. Legalább közben eszembe jut. Szóval az adott sort airstrip, le kell strippelni, és szét kell hasítani a szóközök mentén.
És ebbe megyünk végig a széthasított elemeken, és mindegyiket számmal változtatjuk, tehát ez egy ilyen kétdimenziós tömb lett végül, hiszen a tömbben magába is egy tömböt raktunk bele. Ezzel az első feladat kész, azért odarakok fölé szokásomhoz híven egy kommentárt, hogy ez volt az első feladat. Nézzük, mi lesz a második, és lássuk, hogyan haladunk. Igen, azért valószínűleg ez egy elég hosszú videó lesz, de azért eddig ez nem volt még rossz. Írja ki a képernyőre, hogy mekkora volt a hét legelső útja kilométerben. Figyeljen arra, hogy olyan állomány esetén is helyes értéket adjon, amiben a hét első napján a futár nem dolgozott. Na, és akkor itt mondtam azt, hogy akkor rakjuk sorba a datát. Tehát szortoljunk, ehhez kelleni fog egy key, mert ugye alapból az elemei azok tömbök, és tömbök között nem tud relációt használni. Ez egy olyan lambda függvény legyen, ami ugye két szempont szerint rendez, hiszen az első az a nap, tehát első az a belső tömbnek az első része, hiszen az volt a napszám, és a második az pedig a másik része, hogy azon belül hanyadik fuvar, és akkor így pontosan sorrendben lesznek elvileg rakva. És akkor most már nyugodtan csinálhatom azt, hogy print egyrészt kiírjuk, hogy második feladat, és hogy hány kilométer volt, az kéri. Az első, opa, út valahány kilométer volt, és hogy mennyi ez a valahány, az data, a legelső, hiszen az volt a legelső út, így most már ezzel formázva, és a kettes, hiszen a legutolsó szám adja meg a kilométert. Jó, hát így ez se volt olyan nehéz, ezzel a fejlett szortolási lehetőséggel. Egyelőre ledarálom, aztán utána lehet, hogy lesznek még megjegyzéseim hozzá, de először haladjunk, az a biztos. Írja ki a képernyőre, hogy mekkora volt a hét utolsó útja kilométerben. Erre mondanám azt, hogy most szivatsz. Igen, ez a hármas. Pillanatra megijedtem, hogy kihagytam egy feladatot. Harmadik feladat. Én szoktam ide rakni kettős pontot, akkor most sem maradjon el. Az utolsó út valahány kilométer volt. Mennyi az annyi? A datának az utolsó eleme az ugye a... Vesszük a hosszát, és abból egyet levonunk, az az utolsó eleme. És most ennek a kettesét írjuk ki. Ez tehát megint így baromi könnyűre sikerült a rendezéssel. Hát ezért jó a Python igazából. És tudjuk, hogy a futár minden héten tart legalább egy szabad napot. Írják a képernyőre, hogy a hét hányadik napjain nem dolgozott a futár. Tehát nem elég találni egy olyan napot, amihez nincsen, hanem össze kell gyűjteni az összeset. És akkor azt mondom, mondjuk, hogy a dolgozott, itt lesz kiíratás, úgyhogy szerintem a számost megejtem, csak nem jött a gépelés. Negyedik feladat, így mi, dolgozott, azt könnyen ki tudom gyűjteni, hogy melyik napokon dolgozott. Tehát egy szettet csinálok, for element data, és a napot kell mindig kivenni. Ja, és ilyenkor nem is kell a kapcsolatzárójel föltétlenül, úgyhogy most spórolós leszek. A napot, tehát az elem nullát. For element data. Igen, tehát végigmegyek mindig, és mindig veszem a napot, és ebből készítek egy halmaz, tehát mindegyik nap csak egyszer szerepel. És utána print, azt mondja, hogy hogyan kéne kiíratni. Csak írja ki a képernyőre. A futár az alábbi nap ok, opa, on nem dolgozott,
Így és mi lesz ez? Az lesz, hogy az összes napból kivonom azokat, amikor dolgozott, és ott akkor megkapom, hogy mikor nem dolgozott. Tehát nem tudom, lehet, hogy erre is lenne valami rövidített forma, de most végig ütlegelem. Tehát ez ugye az a halmaz, hogy mi az összes nap. Vagy például lehetne azt is, jó, akkor csináljuk meg azt csak a látvány kedvére, hogy set range, és az 1-től megyek a 8-ig. Csak most már kicsit confusion kezd lenni a zárójelekkel. És akkor difference. Arra működik a kivonás, nem? Azt hiszem a kivonás ez működött, csak az összeadás nem. Na de majd a végén úgyis meglátjuk, és akkor maximum átírom difference-re. És akkor ebből kivonom a dolgozottot. És ez még nem elég, mert ezt joinolni kéne. Jaj, ne, de akkor meg át kell alakítani megint számmá. Állj, most szivatsz. Akkor ez a halmaz, ez legyen, újra visszaállítjuk. Stringi a fene egye meg. És akkor már is még bonyolultabb lesz, hogyha ezt így csinálom, úgyhogy akkor igenis jobb lesz ezt végig ütlegelni. Hiszen akkor megint bejönnének mindenféle idegesítő konverziók, úgyhogy akkor végig ütlegelem, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ígyni. Mondom, úgy emlékszem, hogy a kivonás ez működött, most van egy sima üres sellem, az van. Tehát ebből egy másik halmaz kivonok, mondjuk a 3-at. Jaj, de ezt diktnek vettem, mert üres volt a fene egye meg. 2 minusz 3. Igen, ez működik. Csak sajnos szótárnak vette a fene egye meg. Csak ezt még így nem tudom stringnek elsütni, úgyhogy kell rárakni egy joint. Nem jointot, hanem joint. Ígyni. És akkor most csak azért kitöröm, hogy lássam, hogy megvannak a zárójelek. Hát megvannak a zárójelek. Hát ez se volt nehéz, csak így kacifántos volt a kiíratást megoldani. Na. Írja ki a képernyőre, hogy hét melyik napján volt a legtöbb fuvar. Amennyiben több ilyen nap is van, akkor elég egyet kiírni. Na lássuk. Először is mehet, hogy ez az ötödik feladat. És hogy lehetne ezt a legrövidebben megoldani? Az biztos, hogy ezt tudom, hogy ezt össze tudom számolni, mert most erre egy eléggé fapados, hogy úgy mondjam, egy eléggé klasszikus módszer jutott eszembe, hogy egyszerűen naponként összekántolom. Hát tudjuk, az a legjobb megoldás, ami az embernek eszébe jut. Úgyhogy legyen egy olyanunk, hogy napokra mondjuk, mert napokra van bontva. Micsoda logika. És ez legyen a 7 darab nullából álló tömb. És akkor azt mondom, hogy for element data, és akkor napokra a 8. elem nulla, mert az adja meg a napszámot, viszont egyet le kell bele vonni, és akkor ehhez kell egyet hozzáadni, hogy az annyiadik napnak növeltem meg azt, hogy hányszor szerepelt. Jó, hát szerintem ez jó lesz így. És akkor maximumot kell ebből venni. És hogy melyik nap ilyen volt a legtöbb fuvar. Vagyis print a 7. Szerintem itt most lehetek lusta, és kiírhatom, hogy valahanyadik napján
volt a legtöbb fuvar. És akkor nézzük, hogyan kapom meg ezt a napot. Ezt úgy kapom meg, hogy napokra pont index max napokra. Aztán lehet, hogy megint elbonyolítom, de hogy jó lesz, az biztos. Plusz 1. Hiszen ez ugye megadja, hogy azt az értéket, hogy hány volt azon a napon, amikor a legtöbb volt, kikeresem az indexel, hogy ez hanyadik napra vonatkozik, viszont mivel ott 0-tól 6-ig megy, egyet hozzá kell adni. Szerintem jó ez így. Lehet, hogy így csináltam meg korábban is, de erre csak ez a kvázi fapados megoldás jutott eszembe. Annyi biztos. Számítsa ki és írja ki a képernyőre a mintának megfelelően, hogy az egyes napokra, a napokon hány kilométert kellett tekerni. Úgy látszik, hogy tényleg ez egy okos dolog volt, ez a napokra. Lehet, hogy még a szettet is ki lehetett volna váltani ezzel korábban, de most már ez így marad. Az a legjobb megoldás, ami az embernek eszébe jut. Szóval napokra. Ezt mindig... Ezt már nem is kell ezzel semmit csinálni, gyakorlatilag csak ki kell írni. Szóval print 7. feladat. 7. 6. 6. feladat. És akkor hogy nézett ki a minta? Jó, szerintem ezt is egy sima ciklussal elintézem. De akkor most tényleg menjünk E in range 1-től 8-ig. Mondjuk, és akkor mindig printelem, hogy hanyadik nap, és hogy hány kilométer. Na, print valahanyadik nap, valahány kilométer, amit úgy kell, hogy ijedik nap, és a napokra ott el kell csúsztatni egyel, hogy I-1, ennyi a kilométer, és ez szerintem ennyi. Akkor futár az egyes utakra az úthosszától függően kap fizetést az alábbi táblázatnak megfelelően. Ilyen példát már én is mutattam, úgyhogy ugyanazt a módszert fogom használni, ezt használtam már korábban is. Kérném be a felhasználatra egy tetszőleges távolságot, és határozza meg, hogy mekkora díjazás jár érte. Ezt írja ki a képernyőre. Itt már korábban is függvényt csináltam, most is azt fogok... Tudom én, most útdíj lesz, mert már volt ára, már volt kap. Ahogy megnéztem a videó előtt, most útdíj lesz ez. Úgyhogy ez egy darab return lesz. Úthoz. Ez pont elég hosszú, de és nem bánom. Ez majdnem olyan, hogy ez gyakorlatilag még egy lambdával is. Ezt egy lambdával is meg lehetne oldani szerintem. De így most mennyivel szebb? Tehát hogyha az úthossz az... Tehát az a kérdés, hogy például kettős felett azt hova csatoljam? Most vegyük úgy, hogy ilyenek nem léteznek. Szerintem inté is fogom formatálni, amit bead. És akkor, ha nagyobb a 3, ha úthossznál nagyobb a 3, mostában használtam a JavaScript-et, úgyhogy most a másik fajta conditional operátor jött a kezemre. Tehát 500, hogyha az úthossznál nagyobb 3. Else 700? 700 volt, igen. 700 if úthossznál nagyobb a 6. Else 900, ha az úthossznál nagyobb a 11. Azaz else
1406 úthoznál nagyobb a 21. Az úthoznál nagyobb a 21. És else. Ezt feltett azt, hogy hetjük, hogy szabályos, úgyhogy ezt már írhatom, hogy akkor viszont 2000. Tökéletes. És akkor print 6. az már volt. 7. feladat. UH egyenlő int input. Hagyj meg egy úthozt, szerintem ez már volt is így, ez is erősnek hangzik. Mert ez logikusnak is hangzik. És akkor mit kell? Mekkora díjazás jár érte? Csak így simán. Tehát print. Ez forintot. Kap érte. Futár. És ez az UD, méghozzá az UH-ból számolva. Kész, ez is. És most, hogy látom, hogy fájlos jön, igen. Úgyhogy ehhez már kommentárba ki is rakom, hogy ez a 8. feladat. Azért nézek egy időt. Ja, ez jó hosszú lesz. Mint általában mondhatjuk, határozza meg az összes rögzített tút ellenértékét. Ezeket az értékeket írja ki a díjazás.txt állományban nap szerint, azon belül pedig az úgy sorszám szerinti növekvő sorrendben, tehát ezért is jól sorba raktam, ezt minden olyan sorba kellett volna rakni valamilyen módszerrel. És akkor első nap első út, és akkor most nem a hosszát. Jó, hát ez nem lesz nehéz. Díjazás.txt, azt hiszem with open díjazás.txt, amit most írásra kell megnyitni. Ez F, és akkor talán itt most célszerűbb az each ciklus for each in range len data, és akkor azt mondom, hogy F.write valahanyadik nap, hogy kéri, valahanyadik nap, valahanyadik út, valahány kilométer, azt hiszem így kérte, kilométer, francokat, forint, és a végére egy peren, mert ez ugye nem rak automatikusan a végére sortörést, és akkor nézzük, mit kell ide beírni. Hanyadik nap, hát ugye i plusz, nem is i plusz, egy simán data i az aktuálisnak a napszáma, de i nulla, az is kell a végére, i egy az, hogy hanyadik út, és a végére ud data i 2. Ez nagyon úgy néz ki, hogy jó is lesz. Határozom meg és írja ki a képernyőre, hogy a futár mekkora összeget kap a heti munkájáért. Ezt viszont egész biztosan úgy csinálom, mint legutóbb. Az egy nagyon jó módszer. Print a futár összesen valahány forintot kap. És hogy mennyi az annyi. A sum összeadjuk a az UD elem 2, ugye mert a kettes volt mindig a hosszúság, for elem in data, és meglátjuk, hogy mi lesz a végkifejlet, mert szerintem ez így ennyi. Viszont azt még ideírnám, hogy ez a 9. feladat.
Hát írt ki dolgokat, majd utána megnézzük a korábbit is. Tehát 3, 25, 2, 5, 5. napon volt a legtöbb fuvar. Adjunk meg egy úthozt, mondjuk 3, az már 700 forintot ér, és 48.500-at számol ki. Akkor nézzünk meg egy régebbit. Tök jó, hogy ezt is ideírja. 3, 25, 2, 6-ot írt ő is. 5. feladat, 5. napon volt a legtöbb. A kilométerek azok teljesen rosszul jöttek ki, én úgy látom. De így is 45 ezeret, vagy 48.500-at keresett, ami mondjuk... Ja, tudom miért, ha megívja voltam. Akkor ezt el is küldöm innen. Szóval nem egyet kell hozzáadni, francokat. Hát ha a legtöbb fuvart akarom megkapni, akkor az egyet kell hozzáadni. Na de hogyha azt akarom, hogy melyik nap mennyi fuvar volt, akkor a hosszokat kell összeadni, úgyhogy meg is nézem, hogy úgy szólt pontosan. A legtöbb, igen, ez a darabszám. Igen, ez két külön feladat. Nem tudom, lehet olyan is volt, hogy ezt egynek vettem, mert az akkor csak súlyos hiba lehet. Mert most végül is kicsit csalhatok, hogy ugyanebből indulok ki, csak ugyanebből a mintából. Viszont most nem az egyet adom hozzá, hanem az elem kettőt, hogy aznap mennyi volt. Lássuk így. És már is létrejöttek a normális számok. Na igen, szerintem körülbelül ezzel véget is ért a feladat. Ilyen figyelmetlenségeket nem engedhet meg magának az ember. Mint ez volt, ami gyakorlatilag abból adódott, hogy nem figyeltem rendesen, hogy most a kilométert kell ott, meg csak a fuvar számot kellett. Úgyhogy már is rossz példát adtam. De lássuk, hogy mi az, amit lehetne ebből. Hát azért, azért amennyi idő alatt végeztem, hogyha ebbe még becsúszik egy figyelmetlenség, akkor még az embernek lehet, hogy lesz ideje. Sőt, hát nekem volt, az biztos, de tehát nem árt ilyenkor ellenőrizni ezt a feladatot is. Hát lehetett volna szerintem ellenőrizni. Meg hát nem túl reális számok jöttek ki. Lényeg a lényeg, hogy milyen feladatot lehetne valahogy máshogy megoldani. Szerintem ezek a kezdő feladatok, ezek tulajdonképpen jók így. Egy sort, egy rendezési algoritmus lehet, hogy valamikor majd bemutatok. Csak ilyen egyszerűt, ami úgy reális, hogy az ember össze tudna rakni magának. Így közben lenne rá ideje, ha bár mondjuk éppen azért van a Python, hogy erre ne legyen szükség. Ez egy gyakorlatilag ilyen klasszikus módszer volt, ez is klasszikus módszer volt. Szerintem ebben nem igazán voltak olyan elvetemült feladatok. Egy ilyen összeadást ugye meg simán meg lehetne írni, ez inkább csak a rövidítés, az nem bonyolult, felvesz az ember egy változót, és aztán ciklikusan végigmegy a listán, és mindig hozzáadja az éppen aktuális elemet a felvett változóhoz. Tehát ez volt még egy olyan feladat, lássuk, 40-32 sor, futár, ez még itt sok volt, ez 42, futár 2, ez 29, ejj a fene, egye meg. Igen, és úgy látom, hogy ott nem voltam hülye. Itt szerintem jól csináltam. Csak most voltam hülye. Az még belefér. Tehát ezt nem is nagyon ragozzám tovább. Ez is egy kicsit ilyen interaktívabbra szántam, és hát ez meg is valósult. Ezt a tök
nyers, tök commerce érettségi megoldást, de ígérem, hogy legközelebb lesznek újdonságok, és mint említettem, ezek már részben érettségén túlmutató újdonságok lesznek. Én ezzel most búcsúzom, így is kitelt, most egy fél órás programot adtam nektek. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!